A most következő pár percben a téglalap rajzolás alapjait fogjuk áttekinteni. Vigyük az egér mutatóját a rajzpanelen a téglalap ikonra. Itt, ha egy picit hagyjuk időzni a mutatót, megjelenik egy segítség, egy help. Itt szövegesen írja le az AutoCAD, hogy hogyan is működik az utasítás, valamint grafikus ábrával is megpróbálja elmagyarázni röviden az alapvető működést. Ezt egyébként, ezt a nagyon hasznos és látványos segítséget az eszköztárpaneleken minden ikonnál elő tudjuk csalogatni. Most klikkeljünk rá az ikonra, és adjuk ki a téglalaprajzolás utasítást. Amint láthattuk, először definiálni kell a téglalap bal felső sarkát, majd a jobb alsó sarkát. A második klikkelés után a parancs befejeződik, és létrejön a téglalap elem. Tulajdonképpen ilyen egyszerű téglalapot létrehozni az AutoCAD rendszerébe. Most nézzük meg a módosító tulajdonságait. Klikkeljünk rá a céldobozzal, azaz jelöljük ki a téglalapot. Megjelennek rajta az úgynevezett fogók. Most fölhívnám a figyelmet egy picit másfajta fogódobozza, mint amelyekkel eddig találkoztunk. Itt a téglalap felező pontjainál megjelennek keskeny kék fogódobozok. Közelítsünk hozzá a szárkeresztel, láthatjuk, hogy ráhúzza egy távolságon belül. Ez a működés alapértelmezett minden fogódoboz esetében. Megjelenik egy kis helyi menü, ahol a funkciókat sorolja föl az AutoCAD, amelyeket elérünk. Van a nyújtás, a töréspont hozzáadása és a konvertálás hívé. A nyújtás segítségével a téglalap alakját tudjuk módosítani. Ez elég szemléletes. A töréspont hozzáadásával új töréspontot tudunk hozzáadni. Itt a második fogódoboznál is hozzáadok egy töréspontot, és itt is. Látható, hogy már nem is téglalappal dolgozunk, hanem sokkal inkább egy vonallánccal. Igazándiból a téglalap is egy vonallánc az AutoCAD rendszerében legbelül, ezért nagyon sok tulajdonságával fel van ruházva. Ha most újra kijelöljük a téglalapunkat, ami most már igazándiból nem is hasonlít rá, és ráközelítünk egy ilyen fogódobozra, akkor válasszuk ki a konvertálás IV funkciót, és szépen az egyes vonalszegmenseket át tudjuk alakítani IV-vé, csak úgy, mint a vonallánc esetében. Természetesen vissza is tudjuk alakítani ezeket az íveket, hogyha rámegyünk, hasonlóan ki tudjuk választani a konvertálás vonallá, egyszer, vonallá, kétszer, háromszor, természetesen a töréspontokat vissza is tudjuk szedni, töréspont eltávolítása, töréspont eltávolítása, és legvégül az utolsó, és visszakaptuk az eredeti téglalapunkat. A téglalap parancsnak még számos belső funkciója van, nagyon hasznos rajzutasításról van szó, azokat egy másik videóban fogjuk áttekinteni.